újra megrendezheti hagyományos éves Roma napját a Bonyhádi Roma Önkormányzat. Kincses Ibolya elnök arról beszélt stábunknak, milyen programok várják majd az érteklődőket abban a két napban. Jövő héten kezdetét veszi a Roma napunk, július 29-e napján pénteken a délutáni órákba kezdjük a művelődési házban egy tambura kiállítással, majd utána egy kerekasztal beszélgetéssel. Igazából ez már a múlt évben indult el nálunk ez a hagyomány, én azt gondolom, hogy fontossá kell tenni azt, hogy lehetőséget kapjunk mindenfajta Bonyhádon működő intézményekkel egyszer legalább évente leülni és átbeszélni, hogy esetleg akadt-e probléma a romassággal, esetleg történt-e bármi olyan incidens, amire esetleg közösen tudunk megoldást találni. Úgyhogy igazából erre irányul iskoláknak, a Bonyhádi Önkormányzat képviselőinek, illetve hát a romasságnak, a megyei romasságnak is ki lett küldve meghívó. Hát nem nagyon volt eddig sajnos rá érdeklődő, de azt gondolom, hogyha már helyi szinten fennmarad ez a szokás, az igazából az lenne a cél, hogy ez azért ezt fennmaradjon és működjön. Július 31-én vasárnap kora délutántól pedig a piac téren várják az érdeklődőket számos színes programmal. A hármas iskolának a pályáján lesz kora délután egy foci kupánk, Roma foci kupánk, elvileg csapatok jelentkezése már megvolt, meg megtörtént, és 3 órától kezdetét veszi a piac téren a rendezvénysorozatunk. Köszöntővel kezdjük, majd 5 tánccsoport fog fellépni, majd a műsorunk másik részében a Roma ösztöndíjak átadása fog történni. Az iskolában jól teljesítő vagy valamiben kiemelkedő roma származású gyerekek kapják meg minden évben ezt az elismerést. Az idei ösztöndíj pályázatunkkal kapcsolatban annyit mondanék, hogy az elsősök tanulmányát segítő ösztöndíj is ki lett írva, tanulmányát segítő pályázat igazából. Az annyit jelent, hogy az elsősök tanévkezdési támogatásához hozzájárulunk, 10 000 forintos iskola utalvánnyal, tanszervásárlási utalvánnyal, és igazából oda is hozzánk kellett egy pályázati adatlapot kitölteni, és végül is 5 gyermek pályázott, és mind az 5 pályázat nyertes lett, és a másik pályázatunk pedig 25, tehát a tanulmányi pályázatunk 25 diák adta be a jelentkezését, és mind a 25 nyert is, úgyhogy ezeknek a hivatalos átadása lesz, illetve lesz 4 gyermek, akit külön díjazásban részesítünk. Az egyik az zenei pályán való részvétele, a másik nagyon-nagyon szépen játszik hegedűn, és úgy gondoltuk, hogy ezt is kiemeljük a többi közül, illetve 2 focistánk van, akik nagyobb eredményt értek el. Idén a Bonyhádváros Roma Önkormányzata 2 nyertes pályázat tulajdonosa, mondhatni így. Az egyik az a Roma nap, az egyik része az a Roma napunkra lesz fordítva, 500 000 forint támogatást nyertünk, amiben a hely, tehát a rendezvényű sorozatunkon fellépő tánccsoportok díja lesz kifizetve, illetve majd a dekoráció egy része lesz finanszírozva belőle, és a másik nyertes pályázatunk pedig a Zarándokút lesz Mária Gyüdre, a szeptember 4-én fog megvalósulni, vasárnapi nap, és egy délelőtti program sorozatnak lehetnek a résztvevői végül is a roma, a bonyhádi romák. És hogy kit várnak a roma napokra? Mindenkit, aki el szeretne jönni és jól szeretné magát érezni, illetve nagyon fontos az, hogy aki nyitott arra, hogy a roma kultúrában, roma kultúrát megismerje, úgyhogy igazából bárkit várunk, most nincsenek hál' Istennek korlátozások, úgyhogy nagyon bízom abban, hogy azért sokan leszünk, és jó időt is kapunk. Július 31-én vasárnap babgulyást ehetnek a piac térre látogatók, persze csak az, aki időben odaér. Este 7 órától 10 óráig Runculet szórakoztatja majd a jelenlévőket.